további fejlesztési lehetőségek, felrobbant egy ház, Karcagváros kultúrájáért díj, kampány a sertéshús fogyasztásáért. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 15-én 18 óra 5 perckor. Szolnokon dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszterúrral egyeztetett F. Kovács Sándor. Az eredményes tárgyaláson szó esett a megye és a térségünk további fejlesztési lehetőségeiről is. Hamarosan Északnyugat Magyarország színvonalát el fogja érni az ország északkeleti térsége a gazdasági és ipar fejlettsége területén, tekintve a térségbe települt beruházások, nagyvállalatok, gazdasági egységek várható eredményeit, mondta az innovációs és technológiai miniszter, az Északkelet Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa Szolnokon sajtótájékoztatón azt követően, hogy munka értekezleten vett részt a Jászhegyszolnok megyei döntéshozókkal, szakemberekkel. Az Észak-Kelet-Magyarországi gazdaságfejlesztési övezetet nem létrehoztuk, hiszen ez létezett előtte is, hanem mint egy egységes egységet néhány évvel ezelőtt definiáltuk, azzal a célra, hogy nézzük azt meg, hogy az országnak ez a része hogyan tud fölzárkózni az ország gazdaságilag fejlettebb, gazdaság erősebb részeihez. Azt mondani, hogy az elmúlt három évben nagy irányba kezdtünk el menni. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk 2022-ben, 2023-ban azok a beruházások, azok a nagyvállalatok, azok a gazdasági egységek, amik ide települtek, milyen eredményt fognak produkálni, akkor hamarosan azt tudjuk mondani, hogy Észak-Nyugat-Magyarország színvonalát el fogjuk érni, ami a gazdaság és az ipar fejlettségét illeti. De ha megnézzük csak a megye, a számait, akkor 2019-2020 között 1700 milliárdról 2100 milliárdról nőtt az itteni vállalatok kibocsátása egy olyan évben, ami egyébként általában nem ezt a irányt szokta megjeleníteni. Úgy egyébként, hogy gyakorlatilag mára visszaállt az a foglalkoztatottsági szint a megyében is, ami egyébként a vírushelyzet alatt lényegesen megváltozott. Palkovics László a Jászhegyszolnok megyei önkormányzat dísztermében elmondta, február 22-én átadják az M4-es gyorsforgalmi út Szolnok elkerülését biztosító Abony és Törökszent Miklós közötti szakaszát az új Tisza híddal. Ami a 4-es út nem sokára átadó szakaszának az év végéig történő mentességét illeti, itt polgármester úrral, mint két sportember megküzdöttünk, abban én voltam a jobb, nem fogadtam el az ő javaslatát, tehát egy hölgynek nem lehet ellent mondani, úgyhogy a kettő között eltelt persze egy hét, azt néztük meg, hogy milyen hatásai vannak annak, hogyha ezt most díjmentesen rendelkezésre bocsátani, és úgy gondolom, hogy amennyire a pénzügyminisztériumnak meg sikerült győznünk, én ebbe bízom, akkor valóban év végéig, úgy mint az összes ilyen beruházás esetén, ezt a szakaszt is díjmentesen tudják igénybe venni. De hát nyilván a 4-es út fejlesztése, vagy a 4-es nem fejlesztését nem áll meg, ezt mindenképpen továbbvinnénk. Azok a döntések, amelyek arra vonatkoznak, hogy megkezdtük a tervezést, illetve eljutottunk odáig, az alapjövet le tudjuk tenni, ezek szintén megtörténtek, és ezt meg fogjuk tenni szintén márciusban. Kitért arra, hogy a következő 6-8 évben mintegy 6000 milliárd forintot fordít a kormány vasútfejlesztésre. Ami az infrastruktúra fejlesztés egy másik komoly eleme, ez a vasúti hálózat és a vasúti gördőállomány fejlesztése. Magyarország az elkövetkező 6 évben nagyjából 6000 milliárd forintot fog erre a két célra fordítani. Ennek a 6000 milliárd forintnak a kétharmada az infrastruktúrát, tehát vasúti síneket, villamosítást, átrakóállomásokat jelent, 2000 milliárd forint pedig személyszállításra alkalmas eszközöknek a gyártását, és hogy itt elhangzott, Magyarországon ma a legerőteljesebb vasúti járműgyártás, vasúti gördülemény gyártás a Szolnokon van, részben egy külföldi cég, részben a MÁV ütemegységét illetően. Ezért azt úgy döntöttünk, hogy ez a 2000 milliárd forint már elegendően nagy ahhoz, hogy ezt tovább tudjuk erősíteni. Szeretnénk azt, hogyha a magyar tulajdonú vasúti gördülállomány, vasúti jármű ipar ezen tudna fejlődni, úgyhogy az elkövetkező hetekben fog a kormány olyan döntéseket hozni, ami ezt az irányt fogja mindenképpen erősíteni. Ennek aztán vannak feltételei, egyik feltétele, hogy az itteni szakképzési intézményben a vasúti tudást erősítenünk kell, ez megkezdődött egyébként, és hát hamarosan döntés fogunk hozni arról is, hogy az egyetemi képzés hogyan fogjuk Szolnokon létrehozni. Tehát az oktatás területén azt gondolom, hogy mindenképpen jó állunk.
Elmondta, hogy a munkaértekezleten egyeztettek a Debreceni Egyetem Szolnoki kampuszának továbbfejlesztési lehetőségeiről is. De azzal, hogy a Debreceni Egyetemet is átalakítottuk, és modellváltó egyetem lett, és a Debreceni Egyetemnek a szolnoki képzés is ebbe a kategóriára tartozott, megkapta azokat a forrásokat, ami egy önálló limnológiai, tehát vízzel foglalkozó tudományos kutató intézetnek a létrehozását jelenti. Képviselő azt mondta, hogy mellette én szeretném azt, persze most már nem tudom az egyetemet ilyen értelemben befolyásolni, hogy ez nem mellette, hanem a tavol lenne, tehát egy más koncepciói innovatív egységet hoznánk létre. A lényeg az, hogy viszont ennek a forrásai rendelkezésre állnak. Ez zajlik egyébként ennek a tervezése. Azt gondolom, egy jó beszélgetést folytattunk ma, Jászfényszalon, illetve itt is. Meglepő az, hogy a megyének a gazdasága, az ipara az ilyen ütemben fejlődik, és hát ezt a fejlődést teszem, azt gondolom, hogy az elkövetkező időszak döntései tovább fogják erősíteni. Én eszem ebbe a képviselő, hogy a Gurabba, polgármester Gurabba megfelelő partnerre találtunk. F. Kovács Sándor, a megye 3-as számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője jelezte, hogy az M4-es gyorsforgalmi út újabb szakaszának februári átadását követően március végén az M4-es további építése is el fog kezdődni egy alapkőletétellel. A mai megbeszélésen pontot tettünk a 4-es út Szolnoki elkerülőjének az átadására, hiszen február 22-én átadjuk ezt az elkerülő szakaszt, de fontosabb az, hogy valamikor március végén a továbbépítést is el fog kezdődni egy alapkőletétellel. Hiszen nagyon fontos az, hogy meddig jutottunk, de nagyon fontos az is, hogy folytatni fogjuk ezt a munkát, hiszen Jászlikun-Szolnok megyében vannak még olyan települések, amelyeket nem kerül el a 4-es ilyen fegyvernek, Kenderes települése, a településen keresztül mennek ez a nagy forgalmú út, és tovább folytatódik Karcag-Kisújszállás irányába a 4-sávos M4-es építése. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a gazdaság szempontjából az elérhetőség, az infrastruktúra fejlesztése mindenképpen elsődleges. Nagyon fontos az is, hogy a V0-as vasúti vonal, amely a 100-as vasúti vonal jó részén, amit a megyén keresztül megy, fog fejlődni. Azt gondolom, hogy az ipari és logisztikai állomások és célpontok mindenképpen itt a megyében fognak megvalósulni. Bejelentette, hogy a Debreceni Egyetemmel közösen limnológiai központ épül a Tiszató mellett a tó élővilágának további fejlesztésének kutatása céljából. Beszéltünk arról és megegyeztünk, hogy a Debreceni Egyetemmel közösen limnológiai központ épül a Tiszató mellett, amely a Tiszató élővilágát, a Tiszató további fejlesztését fogja kutatni, és tudományos szempontból megalapozza a Tiszató élettartalmának további 50 vagy akár 100 évre való növelését. Huba Imre, a Jászlikun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke az eseményen elmondta, hogy várják további megfelelő gazdasági erővel rendelkező vállalkozások betelepülését, ezzel a munkahelyek védelmét, illetve a gazdaság élénkülését szolgáló infrastruktúra további fejlesztését. Az eseményen részt vett Berkó Attila, megyei kormány megbízott és Szalai Ferenc, Szolnok polgármestere is. Gázrobbanás történt Kunmadarason. A ház lakhatatlanná vált. Gázrobbanás történt egy hibás gáz tűzhely miatt csütörtök délután Kunmadarason, egy Lenkei János utcai családi házban. A detonáció következtében a 60 négyzetméteres épület homlokfala kidőlt. Egy nem megfelelően működő gáztűzhely miatt történt gázrobbanás Kunmadarason egy Lenkei János utcai családi házban. A detonáció következtében az épület homlokfala kidőlt, illetve a fölötte lévő tetőszerkezet is beomlott, valamint egy kisebb tűz is keletkezett, bútorok égtek. Az esethez Karcagról érkeztek ki hivatásos tűzoltók, akik áramtalanították az ingatlant, a tüzet kéziszerszámokkal és egy vízsugárral megfékezték, illetve egy sértetlen gázpalackot is kihoztak az ingatlanból. A robbanás idején egy ember tartózkodott az épületben, ő önerőből ki tudott menekülni, őt a mentők szállították kórházba, az épület pedig lakhatatlanná vált. Az ingatlan lakója ki tudott menekülni a házból, őt a mentők szállították kórházba. Igen, a hölgy az benn volt a kerítésen belül, én szakítottam le róla a kaput, mert sajnos nem tudott kiírni, szegény sokkot kapott. A készülékek mellett a gázbekötő csövek állapotára is kellő figyelmet kell fordítani. A flexibilis csövek egyik végéhez közel egy címke található, amelyen a gyártó és a forgalmazó neve mellett a gyártási év,
A szavatossági idő, valamint a termék paramétere is fel vannak tüntetve. Árulkodó jel, ha nincs jelölő címke, ha a cső repett, törött, szűkült a keresztmetszete, esetleg a védőszövete kiszálkásodott, ilyenkor a lehető leghamarabb végeztessük el a cserét szakemberrel. Fontos, hogy a gázkészülékeket az előírások szerint kizárólag acélbordás csövekkel lehet bekötni, ahol még a régebbi gumibetétes darabok vannak használatban, ott ezeket a gyártástól számított 5 év után már az újabb fajta csövekre kell cserélni. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta Török Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető helyettese részére. Török Csilla szakmai pályafutása a debreceni tanítóképző főiskolán kezdődött, ahol tanítói végzettséget szerzett gyógypedagógiai szakkollégiummal. 1990. augusztusától a Jászlókun-Szolnok megyei Kádas György iskola gyakorlati oktatás vezetője. Az intézményben töltött évek alatt rendszeresen részt vett továbbképzéseken, nagy hangsúlyt fektet a módszertani megújulásra. Én az egészségügyi szakközépiskolába végeztem a Gábor Áronba. Az nekem egy kicsit sok volt, mert Isten igazából nagyon érzelmileg közelítettem az egészségügyi pályához, és találtam egy olyan utat, ahol szintén tudok másokon segíteni, és ez pedig a gyógypedagógia volt. Egy átmenet, és én ebben találtam meg a boldogulást. Jelenleg a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában intézményvezető helyettesként irányítja, segíti a tagintézmények munkáját. Én úgy gondolom, hogy 30 év után is még szükség van arra, hogy megújuljak. Most éppen a Kiskucsosi Tagintézmény alsó tagozatán minden osztályban én tanítom a technikát, és egyébként is tudni lehet rólam, hogy én a kézművesség nagy szerelmese vagyok, és most lehetőségem van átadni a gyerekeknek, és ez nagyon-nagyon-nagyon boldoggá tesz most, jelen pillanatban. De akkor ez a kézműveskedés kikapcsolódást is jelent egyben, vagy már szenvedély? Kikapcsolódásnak indult, szenvedéllyé vált. Nekem nagyon sokat segít abban, hogy a mindennapi stressz levezessem. Ugyanakkor örömet szerezek a családtagjaimnak. Itt most látunk fülbevalót, nem tudom, hogy ez saját-e, de azért sok-sok olyan dolgot láttam már, ami saját készítésű volt. A fülbevaló nem. Most éppen tehát volt a kosárfonás, volt a csuhész szobrászat, most éppen a hímzés az, ami boldoggá tesz, és karácsonyi időszakon túl vagyunk, de jönnek a születésnapok, volt esküvői dekoráció, minden, és akkor ebben élem ki magam. És most a díjhoz meghatódott, de számított rá, vagy mert hogy azért intézményvezető helyettesként azért másokat terjesztett már föl hasonló díjra, amikor önt felterjesztették, ez gondolom titokban zajlott azért. Nagyon titkolták a kollégáim, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy úgy titkon már vártam. Vártam, hogy mikor kerülök egyszer én is sorra. Nagyon titkolóztak, nagyon örültem neki. Itt is meghatódtam. Nekem az volt valahol a lelki vágyam, hogyha egyszer megkapom ezt a díjat, akkor még úgy kaphassam meg, hogy a szüleim itt legyenek, és nagyon boldogok legyenek, és ezt nekem most megadta az élet. Gyermekeim közül sajnos a fiam, ő sajnos a járványhelyzet miatt nem tudott itt lenni, de a lányom még itt voltak, és ez, illetve a párom, aki szintén pedagógus, és hát nem... A kézműveskedésben is jeleskedik azért. Igen, tehát aki mindenben támogat engem, és én is támogatom őt, és így vagyunk teljesek. Szakmailag felkészült, nagyszerű pedagógus. Munkája során folyamatosan törekszik arra, hogy tanulói sikeresek legyenek. Közösségformáló tevékenysége kivételes. Aktív, megbecsült tagja a Kiskulcsosi Tagintézmény tantestületének. Kampány kezdődik a sertéshús fogyasztás népszerűsítésére. A világpiaci változások nehéz helyzetbe hozták a sertés ágazatot, hiszen az alacsony felvásárlási árak magas költségekkel párosultak. Tarpataki Tamás a minisztérium céljának nevezte az állattartók életképességének, versenyképességének, likviditási helyzetének támogatását.
A kormányzat ennek érdekében állatjóléti támogatásokat, kártalanításokat, krízisbiztosítási rendszert, válságtámogatásokat, támogatott hitelkonstrukciókat hirdetett meg. A kizárólag a költségvetési forrásból megvalósuló állatjóléti támogatásokkal a gazdák biztosíthatják a megfelelő takarmányozási és tartási feltételeket az állataiknak. A sertés hús visszakerült a magyar családok asztalára, és az egyfőre jutó fogyasztás már meghaladja az évi 33 kg-ot. A támogatásokon felül a minisztérium marketing kampányokra is biztosít csaknem 200 millió forintot évente, hogy ösztönözze a magyar sertés hús fogyasztását. A Mangalica Tenyésztők Országos Egyesületének elnöke úgy véli, hogy a mangalica, mint prémium termék, válságálló. Az érdekképviselet a fajta megőrzéséért új európai és belföldi piacokat épített ki, ezek tartják működésben a kisméretre és kézműves feldolgozásra alapuló mangalica szektort. A magyar sertés hús biztonságos, fogyasztása pedig fontos az emberi szervezet számára, hiszen értékes ásványi anyagokat, vitaminokat, nélkülözhetetlen aminósavakat és zsírsavakat tartalmaz. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!